Bede Róbert és Szőke András már szinte hazajár Félegyházára, a Liba Fesztiválra. Elmondásuk szerint ez számukra nem munka, hanem inkább örömforrás. 18 éve van maga a fesztivál, és mi vagy 8 vagy 10 éve vagyunk itt, tehát nagyon-nagyon sok helyszínen jelen voltunk, meg sok esőn vagyunk túl. 42 versenycsapat van, és én azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy itt, ebben a tájegységben minden évben jönnek újak. Most is egy olyan helyszínen vagyunk, hogy egy fiatalember nagy közönség előtt főz. Üzenetek, olyan tradíciók mennek tovább a gasztronómián keresztül, ami azt jelenti, hogy a vajdaság ízei megjelennek. Én azt mondom, hogy a legfontosabb az, hogy most mi együtt vagyunk, hogy több generációs jelenléttel. Nagyon sok év óta megy mindez az üzenet, és erre nagyon nagy szükség van. Mert ha megnézem, hogy másod rockfesztiválok vannak, bulik vannak, de az, hogy az étel, ami a magyar embernek az alapja, az egy üzenetrendszer. Emlékszem, hogy 3 évvel ezelőtt egy 18 éves fiú kapott díjat, őt díjaztunk. Ez nagyon fontos staféta, ami itt zajlik, és köszönöm, hogy mi itt lehetünk évek óta. Tehát úgy látjátok, hogy van fejlő képesség ebben a fesztiválban. Igen, és azt hiszem, hogy még egyszer mondom, hogy a legfontosabb az, hogy ez folyamatos legyen, mert nem maradhat abba ez a fajta történet. Itt nem virtuális dolog van, nem számítógép, hanem itt vagyunk, valós találkozások vannak. Körbe kell nézni a kamerával, gyerekektől az idősekig, a nyugdíjasokig, a mozgássérültekig, a cigányokig, mindenki van. Azért mondom így, mert szentesen így mondtuk. Minden generáció és minden náció itt van együtt, örömben, boldogságban. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hogy kiválasszák a legfinomabb ételeket, kora délután mégis eredményt kellett hirdetni. A sült ételek kategóriájában a kisüst BT zöldséges apró pecsenyéjét ítélték a legfinomabbnak. A második helyezésért járó oklevelet és ajándékot a Galibák csapata érdemelte ki töltött káposztájával. Harmadik helyezést ért el a Szagos Libák csapata a narancsos burgonyás krokettel. A bugaci libások közössége idén is felülmúlhatatlan pörköltet főzött, maguk mögé utasítva ezzel a Zöld Elefánt és a Vadlibák TMK csapatát. A leves egytálétel kategóriában a Jobb Veled a Világ főző csapata szerezte meg az első helyet, a Holló László képzőművészkör Galiba levese a második, míg a Papatyi csapat a harmadik helyezést érte el nyári cigánykáposztájával. A Ludas Matyik versenyében Harcos Attila bizonyult a legjobbnak, Döbrögi csapatát két hölgy, Dencs Istvánné és Drozdik Katalin alkotta, a legszebb szakácsnőnek pedig Polyák Juditot választották.